Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük a semester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még új, ennek ajánlom, hogy olvassad a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, többek között azt is, hogy kezdőknek, kriptóra, befektetőknek, Bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió Hungary. És akkor nézzük, és új, már rohadt fáradt vagyok, nem tudtam a cikkeket sem végigolvasni, még fél hatra bedobtak még egy meetinget, mert a nyugati partról is kellett valamit fejessel beszélgetni, úgyhogy fú, vagy hatig eltartott, még utána jöttem haza az iszóiból, úgyhogy na mindegy, nemrég értem haza, gyorsan legalább a fejléceket olvastam, mert meg kitettem egy fő hír, de azt sem olvastam végig, csak a fejlécét, na mindegy, az a lényeg, akkor nézzük is. Első körbe bevezető, ja, csak kis érdekesség, ez Avatars of Ukraine, lájkolták, amit írtam, más csak nem is lájkolták, az enyémet tök jó, még szívecskét is tettek rá, írtam itt, ugyebár ez a módja az igaz érzelmek megosztásának a digitális korban, ilyen soká a békés forgalom. Jó, azt mondja, hogy világgazdasági és kriptohírek, fú, semmit nem néztem az izéről, Euronews-on nézzük meg főcímeket, mik jöttek. Pok, pok, pok. Svédország is felvételt kér a NATO-ba. Hát a McDonald's eladja az oroszországi éttermeit, majd kíváncsi leszek ki, vagy hogy veszi meg, meg ilyesmi. Végleg kivonulnak az Oroszországból. Áj, de szép! Jaj, de szépen! Jön itt a szivacs, ha már Orbán is beintett. A litván külügyminiszter javaslata a magyar olajvétó feloldására. Ukrajna zárja el a vezetéket. Azt ennyi. Ha nem állunk ki az ukránok mellett, akkor majd nem én átrajtuk gáz, az kész. Jó. Feleslegesen fáradnak a svédek és a finnek. Erdogán szerint, hát Erdogán meg meg fogja vétózni, ő meg a Putyin pártját, hogy olyan infláció van náluk, hogy hú, 40%-os, vagy 70%-os, már nem is tudom, ilyen számoknál már tök mindegy. Az infláció Törökországban, úgyhogy ő nem akar most a nyugatnak fizetni, úgyhogy átállt Putyin oldalára, nagyon úgy néz ki. Igen, van itt még valami. Arab utazási kiállítás hogyan forradalmasíthatja a technológia a légi közlekedést? Tyú, ez 8 perces jó hosszú, most tudtam volna megnézni, hát ha van benne kriptó, francia tudja. Hoppá, megadták magukat a Mariupoli Azovsztál acérgyár védői. És akkor nézzük is CNBC-n mi minden jött első körbe. Hogy hányan engedhetik meg magukat a lakásokat, na, a lakásokat hányan engedhettek meg maguknak, az már a 2x7-es buborék szintjén tart, de azt mondják a Blackstone-tól, hogy nem túl valószínű az összeomlás, az ingatlanpiac összeomlása. Tovább, jaj, Kaliforniában szegények már elérte a, hát mondjuk úgy, 400 forintot, 450 forintot, már majdnem annyiba kerül a USA nyugati partján a benzin, mint Magyarországon az akciós, idéglenesen akciós benzin. Szegények, szegények, háromszor, ötször annyit keresnek, a benzin meg még annyiba se kerül, mint nálunk. Azt mondja, hogy tovább a britek egyre kevesebbet esznek, akkor az infláció ott is, hogy már elhagynak egy-egy étkezést. És akkor Anglia bankjának a kormányzója Andrew Bailey mondja is, hogy apokaliptikus ételkrízis következik az Egyesült Királyságban. Tovább az infláció a legkomolyabb probléma, amivel Amerikának szembe kell néznie. Oké, és akkor nagyon nagy probléma az infláció, utána pedig a Microsoft vezérigazgatója Satya Nadella azt mondja, hogy az alkalmazottak nap úton van a fizetés emelése. Hát az itthon se ártana, ugyebár ahogy elszálltak az árak, mindenkit egy light 5%-kal megdobtak, hogy ne szepar azt örülje, miközben 20-30-40%-kal mentek fel a boltokba az árak. Azt mondja, hogy tovább a Biden újra csapatokat fog Szomáliába küldeni. Trump kivitte onnan a csapatokat, Biden meg megint küld Szomáliába csapatokat. Afganisztánból kivonultak, most vannak Szomáliába, valahol el kell lövöldözni, mert hát az USA kávé más se gyárt csak fegyvereket. Úgyhogy a rögtön első dolog, amit néztem, mennyi olaj van Szomáliába, hogy mondom, miért támadják meg, hát csak az olaj miatt. De nincs itt, nincs itt a top 100 olajtermelő ország közt, nincs itt Szomália, úgyhogy nem az olajért támadják meg, nagyon érdekes.
Szomália ugyebár itt van, na, frissíthetem újra. Azt mondja, hogy Szomália itt, Afrika szarva ugyebár itt fújt, rengeteg a kalózok, minden, itt nagyon nagy zsiványság megy Szomáliában, úgyhogy ide jön majd az USA. De hogy néztem, hogy hogy néz ki, hát ez a kép az egész országról, hogy valami lájtos város kisházakkal, meg egy tévétorony, vagy rádiótorony, ennyi, ez az egész, amit fel tudnak mutatni. Hát mellette Etiópiában is rendes város, még Etiópiáról beszélünk, még Etiópia is jobban néz ki, mint Szomália. Úgyhogy na jó, ide jönnek majd az USA-ból, ki tudja még. Ja, mert azt mondják, hogy valami hatalomra akar törni, valami hát gondolom Amerika ellenes, vagy ilyesmi, ami nekik nem tetszik, aztán mennek majd ők ott. Akkor bevezetik azt, amit ők akarnak. Jó, ugye már egyik is rablógyilkos, másik is, csak nyugaton, ott van még szólásszabadság. Azt mondja, hogy igen, a Twitter vezérigazgatója magyarázza, hogy hogyha harcolnak a csaló robotok ellen, oké. Tovább Michael Burry azt mondja a Big Short, ja, hogy az Apple ellen, ő is az Apple ellen fogadott most Michael Burry, ő jött rá, itt is van az emberünk, ő jött rá, hogy mekkora buborék van. Aha, friss hír, pillanat, ez kell a kriptósokhoz, a Robin Hood, majd megnézzük, mi van a Robin Hoodon. Oké, azt mondja, hogy Michael Burry, igen, ő fogadott arra, mert látta, kinyomozta, hogy irgalmatlan buborék van, ráhazudták, mindenre jó minősítést adtak, még ha szar volt akkor is, mert ha nem, a minősítőcég nem ad jó minősítést, akkor majd a másiknak fog fizetni a jó minősítést adjon, úgyhogy a szart is jóra minősítették, ebből indult ki az ingatlanválság 2007-2008-ba. És akkor, aki ezt szépen meglátta, meg jó milliómos lett rajta, mert elkezdett mindent sortolni, rájött, hogy össze fog omlani az egész ingatlanpiac. Ő most azt mondja, hogy most az Apple ellen fogad. Úgyhogy jó kérdés, hogy miért? Hát valószínű, hogy a tech szektorban meg most Elon Musk elindította, hogy a Twitternél is ugyebár, hogy robotokkal csinálják a feliratkozókat, meg ilyenek, valóságban nincs annyi feliratkozója, meg használója az egyes technológiai cégek applikációinak, én erre tudok tippelni, hogy valószínű ezért, de a fene tudja. Nézzük tovább, Morgan Stanley azt mondja, hogy féljen mindenki a medvepiactól, az S&P az lemehet 3400-ra is, hát ennek ellenére most megfordult, bárki tudja. Mert még tovább majd meglátjuk, hogy néznek ki a piacok. JP Morgan azt mondja, hogy kínai részvényeket vesz, infrastruktúra növekedésére számít Pekingben. Tovább Dellő befektetési alap kivásárolta a legnagyobb technológiai és média cégeket az első negyed évben. Azt mondja, hogy itt meg azt mondják, hogy a befektetők a technológiai szektor ellen fogadnak. Oké, Bank of America-nak kimutatása. Ezt mondja, hogy jó, éhes is vagyok, minden bajom van. David Tepper azt mondja, hogy három technológiai tőzsdei részvényt vettek, miközben eladták a GM meg a kiskereskedelmi cégekbe fektetett részvényeiket. A Coinbase-nél azt mondják, hogy lelassítják a felvételt, mert hogy itt ugyebár itt nagyon nagy korrekcióban vannak a kriptók is, meg a technológiai tőzsdei részvények is, de most már itt 13-ai, például 13-as visszapattanulás után még mindig jól állunk. Azt mondja, hogy a Robin Hood, ez a friss hír, engedi a felhasználói számára, hogy a kriptót és az NFT-ket a Riches for Global Stock Trading, Robinhood megengedi a felhasználóinak, hogy megtartsák a saját kriptójukat, meg az NFT-iket. Hát ezt nem is értem, eddig nem lehetett megtartani, eddig lehet, hogy akkor úgy volt, mint a PayPalon a kezdetekben, hogy nem lehetett kivenni róla semmit, csak úgy tudta az ember, hogyha eladta ott a PayPalon belül, és akkor a dollárt tudta kiutalni. Lehet, hogy a Robinhoodnál is így volt, és akkor most már átállnak, hogy most már úgy látszik kiutalni is lehet. Mi van itt részletekben, azért kriptós hír, csak nézzek már bele. Bla 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 bla. Igen. Jó, semmi extra, hát szerintem ez lehet mögötte. Oké. És akkor tovább a befektetőknek az érdeklődése a hagyományos tőzsdébe és a kriptóba. A kriptó alapú alapokba az úgy, jaj, de fáradt vagyok, mit mondjak a helyet. Minden olyan befektetési alapokban, amik hagyományos tőzsdei részvényekkel, meg kriptókkal foglalkoznak, egyre jobban érdekli megint a befektetőket. Annak ellenére is, hogy milyen nagy korrekció volt itt. Úgyhogy látszik is jöveget most vissza minden egy kicsit megint. Tegnap óta milyen videók jöttek ki a CNBC-n, Bitcoin vagy kripto témába.
olyan általános beszélgetések, az UST-t meg lehet menteni, a Terelunát, meg mennyit energiát használnak a kriptohálózatok. Egyre több befektető keresi a bitcoin alapokat, mondja a Magnify-nek is az alapítója. És akkor haladjunk tovább, azt mondja, hogy Bélánál, jaj, a bitcoin konferencia, csak egy picit mondott róla. Azt hittem, hogy félreértettem, hogy mennek most a központi bankárok megszólni El Salvadort, hogy mi hivatalos fizetőeszköz a bitcoin, de nem, itt a fordítottja van. El Salvador hívta meg 44 országnak a központi bankárait, meg mindenféle pénzügyi embereket, hogy bemutassák nekik, hogy mennyire jó a bitcoin. Hogyha fiatalos fizetőeszközzé teszik, úgyhogy hát ennek jó vége lesz. Azt mondja, hogy elértünk a mai nap híreihez, ez lesz a fő hír. Jó. Hát ez nem olyan szuper jó, de hát eddig se volt rossz, nem mutogatok rá semmit. Azt mondja, hogy röviden, tömören, Portugália eddig adóparadicsom volt kripto szempontból, de már ott is adózni kell majd. És akkor igen, ezt írják, eddig adóparadicsom volt, kriptoadózás szempontjából nem volt törvény, ami kriptoadózásról szólt volna, de ezen változtatni akarnak, dolgoznak egy keretrendszeren, hogy most akkor már ők is tudjanak adót beszedni, ugyebár minden kormánynak, államnak ez a legfontosabb, hogy nem akarja senki kb. Betiltani egy-egy kivétellel, hanem inkább megadóztatni akarják, mint az állat, hogy több pénzük legyen belőle. Tovább a Grayscale elindított Európában elindított egy ETF-et, miközben szorgalmazzák az USA tőzsde felügyelet, át miközben szivatja őket az USA tőzsde felügyelete, hogy nem hagyja őket, nem hagyja rendes bitcoin ETF-et létrehozni a USA-ba. Oké, azt mondja, hogy nézzük tovább. Az indiai központi bank figyelmeztet, hogy a kriptók azok dollárosodáshoz vezethetnek. Hát befektetik az emberek a pénzüket kriptóba, aztán meg dollárba fogják kivenni, nem indiai, mi a jó Isten van ott, indiai pénzbe, tök mi, nagyon fáradt vagyok, már ez se ugrik be. Jó, úgyhogy hát ez csak jó, hogy a kriptókat ennyire tolják, annyira fél India a kriptóktól, mint a tűztől. Dollár az ugyebár nem a legjobb dolog, papírpénz, meg értéktelenedik, meg minden egyéb, de hát az indiai akármilyen pénznél, annál még mindig jobb. Rúpia, megvan rúpia, indiai rúpiánál, ami mindig jobb a dollár. Azt mondja, hogy indiai törvényhozók azt javasolják, hogy tiltsák meg a nyilvános szereplőknek, a kriptotermékeknek, ne reklámozhassanak kriptotermékeket, ilyen sportolók, meg hírességek, meg ilyesmik. Indiában nagyon gyűlik a kriptókat, azt mondja, hogy Irán blokkol 9200 bankszámlát, ahol gyanús külföldi valutát, tranzakciókat találtak. Tovább, jaj, volt központi banknak a volt képviselője átaludt egy pár évet, aztán jön a 5 évvel ezelőtti szöveggel, ennyire nincs képbe, hogy már régen ment amellett a piac, mert senki nem mond ilyeneket, hogy a bitcoint javarészt fekete kereskedelemre használják. Ekkora marhaságot, ezt már egy fél éve elengedték lassan, Janet Yellenék meg ilyenek is. Ők is csak azt merik mondani, hogy néha, hogy használnak arra is, néha pár esetben. Ez meg azt próbálja hazudni, hogy főleg azért pénzmosásra meg illegális tevékenységek használják a bitcoin. Hát hülye az ember már. Oké, nézzük tovább. A Square Enix nagy játékgyártó cég, ha jól emlékszek. Igen, még rátromfoltak, megerősítették, hogy ők a blokklánc szektorba mennek, ide fektetnek be nagyon sok mindent, mert ez a jövő. Jó. Tovább bitcoin.com, ja, csináltak itt a híroldalon valami piaci előrejelzést májusra, mik itt a főcímek, kriptopiac hogy teljesített, jó, hát igen, hát itt van azért mindenféle lefelé, korrekcióban vagyunk fél éve, az egész világpiac, nem csak a kriptopiac. Igen, itt fog velünk maradni, növelni fogják a kamatlábakat ezután is. Egyre kevesebb tőke folyik be a piacba, és a hosszú távú tartók, azok elkezdtek kapitulálni, nem tudom ezt a hülyeséget honnan szedik, mindenhol az látszik, hogy a hosszú távú, aki hosszú távon tartja a bitcoint és nem akarja eladni, azoknak csak nő a száma. Hát itt valami 13-os, aki 38.000 vett, aki tartja, aki 13-on, az már adogatja el, hát itt valami furcsaság van benne, nem értem, teljesen arra ment se időm, se energiám, hogy ezt most
Értelmezem, nézzük tovább. Jó, stabil kriptó, bla 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 bla. Luna, oké, túl közel repült a naphoz. Oké, mi van még itt benne? Ennyi volt, nézzük tovább. Azt mondja, hogy jó, már tartni kell kezemmel a fejemet, olyan fáradt vagyok. Ja, értelem, transzakciós díjak soha nem voltak ilyen alacsonyak, csak hogy a soha nem volt ilyen alacsony, még mindig kurva drága. 5,5 dollár egy transzakció, mondjuk, jaj, hát már nem is 3-3-mal kell osztani, ez egy 3,71 dollár. Jó, mondjuk 1800 forint még mindig egy Ethereum tranzakció, vagy 2000 forint, vagy ilyesmi. Hát az, hol van azért a filléres? Most már Solanának vagy 10 fillér lehet a tranzakciós díja a Coinbase-ről, így hogy leesett az ára. Úgyhogy ne verje csak a mellyét az Ethereum ezzel az 1500-2000 forintos tranzakciós díja, hogy az olcsó, mert nem olcsó. Még a legolcsóbb idejében is rohadtul drága, meg lassú. Azt mondja, hogy jaj, Lunától a végére beszórtam, ide van, vagy 5 lunásért, csak gyorsan, mik vannak itt. Ja, hova tűnt a bitcoin tartalék? Azt mondja, hogy... Paprapra... Eladták mi egy részét. Mi... Jaj, a másikkal meg stabilizálni akarták az UST-t, tök mire mind a kettőt visszajátszották, beletolták a Lunába is, meg az UST-be is, de nem tudták megfogni, mert a 3-4 billióval szakították az egészet, meg mindenki elkezdte shortolni, mint az állat, gondolom. Úgyhogy hiába, puff, ennyi volt a Bitcoin fedezetnek. Ilyet nem is tudom, ilyet nem is lehetne, ezért kéne már, hogy törvényeket hozzanak, hogy a fedezetet ne tudják már eljátszani, ahhoz hozzá ne lehessen már nyúlni a fedezethez. Hogyha bármi gáz van a piacon, akkor a fedezetből tudják átalanítani a népet. Na jó, CZ viszont tök rendes Binance tőlő mondja, hogy a ők támogatják, hogy kompenzálják a Lunából a kiskereskedőket először, mert hogy neki... mert hogy van még 3 millió dollár értékű lunájuk a Binance-on, és akkor mondják, hogy próbálnak segíteni, odaadják, hogy ezért abból kárpótolják, átlanítsák az embereket, amennyit tudnak. De hát 3 millió, 3... A 30 billiónál az azért úgy 10 000-szer kevesebb, mint amennyi volt a piaci értéke. Csak a Lunának, mert ha még hozzáveszük az UST-t is, akkor meg 48 billió, 50 billió körül volt az egésznek az értékek. Na jó, és akkor Binance-nek van 15 millió Lunája, plafonon 1,6 billiót ért, most már vagy csak vagy 3 milliót ért. Aki sose adták el, sose mozgatták, úgyhogy azt mondja, hogy tessék legalább ebből segítene kártalanítani az embereket. Mondjuk CZ-nek nem sokba telik, hát egy nap alatt fel kell az ágyból, azt minden nap 50 millióval több pénze lesz kb. Hát most mondjuk lementek az árak, most lehet, hogy csak 20-30 milliót keres a Binance naponta, és csak egy ezreléket szednek le, ugye vár a tranzakciós díjként. Vagyis hát a kereskedésekért nem, ami megy itt a tőzsdéjén. Jó. Finder közvélemény kutatása azt mondja, jó, hát na, nagyanyámnak kerekelett volna, ő lenne a villamos. A Terra Luna-nak az volt a közvélemény kutatása, hogy 143 dollárt elérte volna ebbe az évbe, hogyha nem omlott volna össze, de hát összeomlott, úgyhogy tök mindegy. Tovább Kína azt hazudja, hogy amiért a Terra Luna összeomlott, azért megérte betiltani a kriptókat, ezért tiltotta be, most milyen jó most igazolja magát, hogy milyen jó betiltani minden kriptót, hát ez hülyeségben minden kriptót az teljesen marhaság betiltani, egy összeomlott a 20 000-ből, ez van meg, több is csak azok picik. Azt mondja, hogy jó, valami kozmosz alapú token ökonómián is keményet ütött a Terra Lunának az összeomlása, bla bla bla, Kozmoszból is sok pénz kijött. Tűj! A Kozmoszon 61 billiót tartottak, most már csak 15 billió van, hát jó, 75%-ot csökkentve, és hát rattó nem jó. Ekkora összeomlást okozott a Kozmosznál is a Terra Lunának a beszakadása. Jó, jaj, de jó, legalább a hírekkel megvagyok, mert jövök gyorsan a piaci áttekintése, aztán utána pihenek, mindjárt jövök, addig is, sziasztok!